Jó estét kívánok, kedves közönségünk, kedves vendégeink, sok szeretettel köszöntöm mindnyájukat itt a gyakorló iskola. Hát nekem ez már gyakorló marad, az 5-ös József általános iskola sportcsarnokában, ahol nem először találkozunk, sokadjára találkozunk. Ahol most vagyunk, ez egy rendhagyó jubileumi ünnepség, mert hogy nem sikerült kerek évfordulót ünnepelnünk, hiába írtuk ki, hogy 30 éves az Ad Libitum kórus, ez már fél éve elmúlt, ez novemberben lett volna esedékes, de az ismert okok miatt csúsztunk egy kicsit. Úgyhogy emiatt is rendhagyó. Amiatt is rendhagyó, mert nem akartunk nagyon protokolláris ünneplésbe bonyolódni. Nem fogom elsorolni a 30 év eseményeit hosszasan, tételesen. Annyit megengedtünk magunknak, ahogy jöttek befelé, láthatták, hogy tablókat, fotókat tettünk ki, egy-két relikviát kitettünk az elmúlt 30 év fontosabb történéseiből, de egyébként nem szeretnénk belebonyolódni ebbe. Hivatalosan senkit meg se kértünk arra, hogy mondjon köszöntést, se a városvezetés részéről, se máshonnan, se jó barátot, ismerőst, a kórus régi ismerőjét. Inkább azt mondom, hogy ez egy baráti találkozó. Mi itt énekelünk önöknek, az, hogy történetesen azért, mert 30 éves az együttes. Hát jó, így van. De nem bánjuk persze, hogy ennyi időt sikerült együtt töltenünk és megélnünk. Szeretnék köszönetet mondani viszont mindazoknak a támogatóknak, akik lehetővé tették azt, hogy ez a hangverseny itt létrejöjjön. Mindenek előtt az 5-ös József általános iskolának és Radnóti Miklós igazgató úrnak és az összes munkatársának, tehát hogyha most jelképesen te kapsz egy flaskát, akkor azt nagyon-nagyon sok részre kell elosztani, hiszen mire a székek ide kerültek, ezt is nem sorolom, hogy mennyi mindent kellett csinálni, felborítottuk az életüket, nagyon köszönjük, hogy ismét itt lehetünk. És akkor csak egy gyors felsorolás, hogy nagyon szépen köszönjük Döbröntein és Csáki Beának a szellemes és nagyon szép dekorációt ott a hátunk mögött. Köszönjük szépen Koch Csaba borásznak, a Kápolnás szikvízüzemnek, a Szent István mérnöki iroda BT-nek a támogatást, a segítséget, a Bányai Szakképző Iskolának, hogy rendkívüli próbákat tarthattunk a közelmúltban abban a teremben. Köszönjük a Bajai Tankerületi Központ támogatását, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Városi Civil Alap pályázati forrásait. Köszönöm szépen Ottmár Attilának a segítségét, valamint a technikai hátországnak, Szabó Daninak, Zsöllér Tominak és Paszter Komátjának, hogy fényeket, hangot hoztak ide, hogy komplettebb legyen az élmény ezáltal is. A párnákat meg kell köszönnöm, hogy nem a kemény faszékeken ücsörgünk, hanem párnák vannak, kérem, a könyvtárból, a Szent László AMK-ból, az Egymiből. Hát szóval azért volt itt szervezés előtte, és hát mindenek előtt önöknek köszönöm, hogy itt vannak velünk, és megtisztelnek bennünket az érdeklődésükkel. Amit bevezetés... Amit bevezetésképpen hallhattak, az egy Tóth Árpád mű volt, nem a költő. Tóth Árpád egy nagyon tehetséges és nagyon sokszínű karvezető, aki nagyon sok mindent próbál tenni azért, hogy az énekzene oktatás és a kórus éneklés közelebb kerülhessen a mai fiatalokhoz. Az ő kompozíciója volt egy-két évvel ezelőtt, még a pandémia idején íródott az egyik Kórusok Éjszakája elnevezésű rendezvényre, ezért volt benne, hogy ki énekel, elhagyja börtönét, és így tovább, és így tovább. Ez volt a bevezető mű tehát. A folytatásban pedig Tóth Péter zeneszerző műve következik, aki Kocsár Miklóstól és Petrovics Emiltől tanult zeneszerzést, ma már Kotta kiadója is van, és egy olyan művet adunk elő az ő szerzeményei közül, amit 2009-ben írt Mincenti Zsuzsannának és egy amerikai egyetemi kórusnak szól az ajánlása, a For True Love című műnek, amelyik mindössze három szólamú, de nagyon mutatós lám, három szólamban is lehet izgalmasakat írni és énekelni. Fogadják szeretettel a 30 éves Ad Libitum kórus előadásában Tóth Péter For True Love című művét, vezényel Petőné Kővári Andrea. Let me live for true love.
Hát az, hogy fallalla, ez a reneszánsz madrigálokra volt jellemző, és következik most az a mű, ami kakuktojás a mai programban, hiszen Andrea úgy válogatta össze a mai anyagot, hogy az csupa-csupa kortárs zeneszerző művét tartalmazza, vagy legalábbis 20. századi szerző művét. Ez azonban valóban reneszánsz korig visz vissza bennünket. A zeneszerző az a Claudio Monteverdi, aki két korszak határán él, kicsit reneszánsz és kicsit barokk szerző. Reneszánsz, mert ír madrigálokat, motettákat, barokk, mert az első használható opera 1607-ből, az Orfeó az ő nevéhez fűződik. Ha emlékszünk rá, az én korosztályom olvashatta azt a vaskos könyvet, hogy a mantuai herceg muzsikus a Passuth László tollából, és abból az is kiderülhetett, hogy Monteverdi a mantuai herceg szolgálatában Esztergomban is megfordult, Esztergom ostromakor itt járt Magyarországon is. Az a mű, ami most megszólal, a Cantate Domino, énekeljetek az új dalt az Úrnak, 1620-ban jelent meg Claudio Monteverdi tollából. És akkor térjünk vissza a 20. századhoz és napjainkhoz. Egy ma élő magyar zeneszerző, a kitűnő Orbán György, aki az idén lesz 75 éves a nyár folyamán, Erdélyből települt, ő át Kolozsvárot végezte a tanulmányait, de aztán Magyarországon telepedett le, és bár sok mindenféle muzsikát ír, hangszerekre, operát is írt, de a kórus művei különösen izgalmasak, nagyon modernek, nagyon nehezek is olykor-olykor, de mégiscsak valahol fülbemászóak, jól énekelhetőek, szerethetőek. Az ő megzenésítésében következik most egy József Attila vers, a Mint mellékdal című, amely a Kottában Tószunnyadó címen szerepel. Oh.
és még egy József Attila vers megzenésítés, ezúttal Vedres Csabától. Vedres Csaba, nem tudom, az After Crying együttes neve ismerőse valakinek, crossover műfajban működött ez az együttes, ami azt jelenti, hogy a különböző műfajokat próbálják meg ötvözni, egymás mellé hozni. Nem véletlen, hogy Vedres Csaba ebben az együttesben muzsikált, hiszen őt a rockzene vonzotta fiatal korában, aztán a komoly zene felé fordult, ugyancsak Kocsár Miklósnál tanult zeneszerzést. Az ő feldolgozásában, az ő zenéjével következik most József Attila 1936-ban keletkezett verse, Kész a leltár. A következő kórusmű egy amerikai szerző darabja. Azt gondolom, hogy a szövege az különösen aktuális ma. Mert hogy azt mondja, Urunk, segíts békében élnünk, vakságunkból szabadíts meg minket, tölts el minket gyógyító szereteteddel, segíts egységben élnünk. Oh.
következő percekben ismét egy Tóth Péter kompozíció csendül fel. Tóth Péter annak idején a 25 éves jubilami koncertünkre írt egy művet, az Esti Imát, amit szívesen énekeltünk el akkor. Most nem egy nekünk szánt mű következik, de megint csak azt kell mondanom, hogy aktuális a mű. Egy népdal feldolgozásról van szó, amit valamennyien ismerünk, és lehetetlen nem hallani benne azoknak a menekülteknek a keserveit, akik nap mint nap ezrével hagyják el az otthonukat. Elindultam szép hazámból Tóth Péter feldolgozásában. Thank you.
Maradunk a népdaloknál, de hangulatot váltunk. A következő zeneszerző is olyan muzsikus, aki a komoly zene és a könnyű zene határterületein egyensúlyoz. Egyik is vonza, másik is vonza. Olyan muzsikusokkal dolgozott már együtt gitárosként, zeneszerzőként, szövegíróként, mint Révész Sándor vagy Török Ádám, és sokan mások még. Ugyanakkor pedig tagja a kecskeméti nemzetközi sikereket elérő Ars Nova kamarakórusnak is. És nem csak hogy tagja, hanem olykor-olykor műveket is írt már nekik. Ezek közül következik most egy nem dunamenti népdalok címet adta a művének Kálmán Tamás, akit KT néven is ismerhetnek, hanem Duna Medli népdalok, utalva arra, hogy itt egy medliről, egyvelegről, egy válogatásról van szó. Kis mozaikszerű részletek kerülnek egymás mellé, ismert vagy kevésbé ismert, de mindenféleképpen a Dunához kötődő népdalokból.
Örvendezzetek az Úrnak, vagyis jubilát et Deo, a hálaadó Zsoltár kezdő szavából származik a jubileum szavunk. Maga a szó egyébként héber eredetű, és a kos szarvából készült kürtöt jelenti, amit a mózesi törvény előírásai szerint 50 évenként kell megfújni. Hát mi most 30 év után fújjuk meg a kürtöt a jubileum okán, de hát ez talán nem olyan nagy baj. Két jubilátét szeretnénk elénekelni a következő percekben. Az egyiknek a zeneszerzője egy amerikai muzsikus, 1988-ban született, Dél-Kaliforniában él, ott tanult az egyetemen. Több kiadónál jelentek már meg kórusművei. Peter Angliának hívják ezt a szerzőt, elsőként az ő jubilát deója csendül fel. Két jubilátét ígértem, be is tartjuk az ígéretünket. A második, ahogy az előző egy könnyű zenei karakterű volt, úgy ez is az lesz, ez jazzes karakterű, egy német zeneszerző, muszáj megnéznem a nevét, mert nem jegyeztem meg, Johannes Matthias Michelnek hívják, aki érdekes módon egyházi muzsikus, tehát ő orgonista és templomi szolgálatot lát el, de valamiért szerelmese a jazz műfajának, és ahogy Bach írt Orgelbüchlein címen orgona könyvecskét a kántorok, orgonisták számára, úgy ő jazz Orgelbüchleint írt templomi szolgálatra, de írt jazz kórus könyvet is, tehát egyházi szövegű indítatású művek, de a jazz köntösébe bújtatva. Az első részt ezzel a művel szeretnénk zárni, az ő jubiláte deójával. Utána terveink szerint egy tényleg csak rövid szünetet tartanánk, szusszanásnyi időt, hogy önök is egy picit nyújtózkodhassanak, mozoghassanak, de nagyon ne menjenek sehova. Azt gondolom, hogy körülbelül 10 perc után megpróbálnánk majd folytatni a második résszel a programot, most pedig zárásként fogadják szeretettel a jazz motettát, a jubiláte deót.
Jubilate, jubilate, te!